Csütörtök délután, aki a Budai úton haladt el, nagy eséllyel láthatott szorgos kezeket a Budai út, Lehel utca, Kisteleki utca kereszteződésében. A városrész katolikus közössége hagyományosan Krisztus király ünnepére készülve rendbe tette az ott található keresztet és annak környékét. A munkálatokban segítséget nyújtott Deák Lajosné, a városrész önkormányzati képviselője. A városrészünk búcsújára készülünk, a Krisztus király templomának a búcsújára, a mi kis közösségünk ilyenkor egy kicsit összefog és jobban odafigyel az idősekre, illetve a katolikus keresztre. Nagyon fontos, hiszen közösséget építünk, tartunk, erősítünk, és az a legfontosabb, hogy közösen tudunk örülni az értékeinknek. A renoválásban részt vett a Gaja Környezetvédő Egyesület is, akik a levelek komposztálásában nyújtanak többek között segítséget. Gárdonyi László, az egyesület lelkes tagja és irodavezetője elmondta, azért is tartották fontosnak, hogy az akcióban részt vegyenek, mivel nyáron elhunyt elnökük, Varga Gábor is hívő volt, és minden évben részt vett ő is a keresztszépítő akcióban. A környezetszépítő akció nekünk azért is kedves, mert az összegyűjtött leveleket elvisszük, aprítjuk fűnyíróval, és utána komposztáljuk, és komposztként majd újra hasznosítjuk tavasszal. Zemlényi Katica, a Székesfehérvári Karitász vezetője köszönetét fejezte ki a hétvezér általános iskola diákjainak, akik a délelőtt folyamán előadást tartottak az idős otthon lakóinak, mosolycsalva az arcukra, és azok számára, akik segítséget nyújtottak a környezetszépítő akcióban. A Krisztus király Karitász csoport nagyon aktív, város szerte is, de különösen itt ezen a környéken, úgyhogy nekünk is egy lélekmelengető, nagyon szép program volt. Délután pedig a keresztünket tesszük rendbe, hiszen Krisztus király ünnepére ide fogunk elzarándokolni. Szombaton 5 órakor indul a templomtól ez a fáklyás, gyertyás körmenet. November 25-én szombaton megrendezendő körmenet végállomásánál a közösség tagjai imádkoznak és megemlékeznek azokról a plébánosokról és a közösség tagjairól, akik már nincsenek köztünk.